Lukács egyik provokáló példázata egy gazdag emberről szól, aki kihagyja életéből Istent. Úgy véli, nincs szüksége rá. Isten után azonban elmaradnak a barátok is, az ismerősök is. Végül már senki sem fontos, csak ő maga, a saját nyugalma, kényelme, szórakozása. Úgy gondolja, minden saját erejéből ért el, magának köszönheti a vagyonát, de hiába rendezi be luxus életét, Isten közbeszól. Elkéri a lelkét, váratlanul meghal, és mindaz, ami neki biztonságot, életcélt jelentett, értéktelenné, semmivé válik egy pillanat alatt. Mai igénk arra biztat, hogy mi, a nyugati világ jólétben élő emberei, ne legyünk ilyenek, mint ez a gazdag ember. Pál apostol írja a Timóteusnak a második levelében, a 6. fejezetben a következőket. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Az egyházban már kezdettől voltak szegények és gazdagok egyaránt. Mindkét csoportnak szól tehát a figyelmeztetés. Nem a vagyon adja életünkhöz a biztos alapot, hanem az Istenbe vetett hit. Az ő gondoskodása többet ér minden vaskos bankszámlánál és aranynál. Akinek azonban tele a pénztárcája, az ne feledkezzen meg hiány szenvedő testvéreiről. Pál így folytatja igénket. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Újra itt a hideg tél, nehéz idők járnak a munkanélküli családokra és a fedél nélküli embertársainkra. Nekünk is szól ez az intés. Ne kövessük a bolond gazdag útját, vegyük észre a rászorulókat, lássuk meg, hogy mivel segíthetünk a környezetünkben élőkön. Legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Isten nem sajnálta tőlünk a legdrágább kincsét, fia életét adta értünk, hogy megszabaduljunk az anyagiak fogságából. Jézus lelkülete felszabadít minket a segítésre, ne várjunk tehát másra. Minden egyes jó cselekedet életeket menthet.